szabadságán, és ellen tud állni a politika kísértéseinek. Vélelmezzük, és legyünk jó személyek, hogy van ilyen ügyész, aki erre alkalmas. Köszönöm a figyelmet. Megkérdezem a tisztelt képviselőtársakat, hogy kíván-e még valaki felszólalni. Jelentkezőt nem látok, így megadom a szót Répási Róbert államtitkár úrnak, aki válaszol a vitában elhangzottakra. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Itt ellenzéki képviselőtársaim meglehetősen dramatizálták ennek a törvénynek a hatását. Én szeretném akkor felidézni, hogy mi az, ami változik. Mi a jelenlegi helyzet, és mi az, ami változik. Jelenleg, decemberben egyszerű többséggel, az országgyűlés többségi szavazással 6 évre legfőbb ügyészt fog választani. Ami változik az, hogy decemberben 2/3-dal 9 évre fog választani a legfőbb ügyészt az országgyűlés, tehát az országgyűlés, és nem a pártok, hanem az országgyűlésben megválasztott a nép által legitimált országgyűlési képviselők többséggel mindenképpen választani fognak új legfőbb ügyészt, az a kérdés, hogy 6 évre vagy 9 évre választják. Tehát ez a változásnak a lényege. Ezt azért szögeztem le, mert a kritikák egy része olyan volt, mintha nem decemberben választanánk legfőbb ügyészt, hanem valamikor távoli jövőben választanánk. Valójában a legfőbb ügyész választás egyébként az elmúlt 20 évben mindenkor is a kormány többség, tehát az egyszerű többség, az országgyűlés egyszerű többségének a kezében volt, és mindig is egyszerű többséggel választott az országgyűlés. Mi azt gondoljuk, és azért terjesztette be a kormány ezt a javaslatot, mert az ügyészség függetlenségét szolgálná, hogyha ez a jövőben 2/3-dal történne. És az, hogy most éppen egy soron következő ügyész választásra is vonatkozik majd ez a 2/3-os szabály, ezt kérem, vonatkoztassák el attól, hogy egyébként helyese, hogy feles többséggel választja az országgyűlés a legfőbb ügyészt, vagy 2/3-dal kellene megválasztani. A jobbikos képviselők még azt is felvetették, hogy 4/5-del kellene megválasztani. Én azt hiszem, hogy az arany középút a 2/3. A 2/3 ebben a kérdésben. Ugyanis minden más országgyűlés által választott közjogi szereplőt, gondoljanak csak bele, legfelsőbb bíróság elnöke, ombudsmanok, állami számvevőszék elnöke, mindegyiket 2/3-dal választja az országgyűlés. Ezek a közjogi szereplőknek a 2/3-os választás adja meg az erős legitimitását. A elsősorban kedves jobbikos képviselőtársaimhoz azt fordulok, nem tudom, hogy felidézték-e, hogy a rendszerváltás utáni első legfőbb ügyész 10 évig, majdnem 10 évig volt hivatalban. Nem 9 évig, 10 évig volt hivatalban, hiszen egyszer újra választotta az országgyűlés. Györgyi Kálmán mandátuma ilyen hosszú ideig tartott. Mellesleg abban az időszakban volt ő legfőbb ügyész, ugye a rendszerváltás utáni első évtizedben, amikor éppen dúlt a önök által is elítélt vad privatizációs időszak, és egyébként az önök által csak politikus bűnözőknek nevezett politikusok garázdálkodhattak ebben az országban. Ez volt az első legfőbb ügyész 10 évének az eredménye, vagy az önök szempontjából az ő tevékenységéhez ez az időszak kötődik. Most nem tudom, miért ragaszkodnak ehhez az időszakhoz, és miért akarják, hogy a legfőbb ügyész az olyan legyen, mint az első legfőbb ügyész volt. Én ezt persze maliciózusan jegyeztem meg, és Györgyi Kálmán védelmében mondom el, hogy nyilvánvalóan a rávonatkozó törvényeknek megfelelt a tevékenysége, és nem ő benne, hanem valószínűleg a törvényekben volt a hiba. Lendvai Ildikó képviselőasszony mondta, hogy ez egy olyan rossz dolog, mint a bebetonozás, ez egy nagyon szörnyű dolog. Azt akarom kérdezni, frakcióvezető asszony volt, elnök asszony, hogy az a bebetonozás az valami olyasmi, hogy például az előző kormány 2014-ig küldött ki az Európai Unió bizottságába biztost, egy egész kormányzati ciklusra betonozta be azt a biztost, aki 2009-ben még az önök kormánya által delegált személy volt, és majd a 2014-ben megválasztott új országgyűlés által megválasztott kormány tud új biztost küldeni. Azért szeretném kérdezni, hogy ez valóban bebetonozás ön szerint, mert hogyha egy ilyen bebetonozásról van szó, akkor szerintem ez nem egy demokratikus megoldás, hiszen a 2009-es európai parlamenti választásokat az a kormány és azok a kormánypártok elveszítették, mégis a vesztesek küldték ki 5 évre a saját delegátjukat az Európai Unió kormányába, az Európai Unió bizottságába.
Ami pedig a bebetonozást általában illeti, vagy a bebetonozásnak a funkcióját illeti, most azt szeretném mondani, hogy az igazságszolgáltatásban a bebetonozás az a főszabály. A kötelező a bebetonozás az igazságszolgáltatásban. Gondoljanak csak a bírákra. A bírák, miután határozatlan időre kinevezik őket, 70 éves korukig úgymond bebetonozásra kerülnek a pozíciójukba, azért, mert az igazságszolgáltatás függetlenségét így biztosítja minden jogállam. Az ügyészség, egyébként az ügyészség is hasonló szervezet, nyilván nem ugyanaz a funkciója, mint a bíróságnak, de az igazságszolgáltatás független szervezete. A magyar alkotmányos rendszerben az ügyészség nem a kormány alá rendelt szervezet, hanem egy független szervezet, ezt megerősítette egyébként egy alkotmánybírósági határozat is, tehát nem a bebetonozást, mint jogi technikát, vagy alkotmányjogi technikát éppen az igazságszolgáltatása két szervével szemben nem kivételnek, hanem főszabálynak kell tekinteni, mert csak így működik a jogállam, hogyha az igazságszolgáltatás szereplői, azok függetlenek a mindenkori választásoktól, a mindenkori kormánytöbbségektől és a mindenkori politikai nyomásgyakorlástól. Mert visszatérve még egy gondolattal arra, hogy megszűnik ugye az ügyész interpellálhatósága, igen, azért nyújtottuk be ezt a javaslatot, mert azt tapasztaltuk, éveken át azt tapasztaltuk, hogy az interpellációs jog az valójában egy politikai nyomásgyakorlási eszköz volt a mindenkori kormánypártok kezében, de nem csak a kormánypártok kezében, nyilván ellenzéki képviselők is interpellálták a legfőbb ügyészt, csak éppen az interpellációra adott válasz el nem fogadásának voltak politikai következményei, más következményei nem, csak politikai következményei, például, hogy megrendült az ügyészségbe vetett bizalom, mert folyamatosan leszavazták ugye a legfőbb ügyészt, és ezáltal megrendült az ügyészség függetlenségébe és az ügyészség alkotmányos funkciójába vetett bizalom. Még egy mondat megint csak jobbikos képviselőtársaim számára. Furcsa számomra az önök érvelése, mert én végigültem itt az előző egy-két évet a parlamentben, amikor kormánypárti képviselők, szocialista képviselők és szabaddemokrata képviselők azért interpellálták folyamatosan a legfőbb ügyészt, és azért tartották nyomás alatt, hogy az önök által alapított Magyar Gárda ellen büntetőeljárásokat indítsanak például. Tehát nem tudom, hogy jó modell-e ez önök szerint, hogy itt ülnek mondjuk szocialista vagy liberális képviselők, és folyamatosan azért gyakoroltak nyomást az ügyészségre, hogy az általuk vélt igazságot, az általuk vélt bűncselekményeket az ügyészség üldözze, és az ügyészség erre mindig precíz választ adott, elmondta, hogy mik az alkotmányos keretek, amiben ő neki mozognia lehet, és ezt sosem fogadták el, ezt a választ a szocialista és szabaddemokrata képviselők. Ebből is látszik, hogy mennyire abszurd a legfőbb ügyész interpellálhatósága, és mennyire idegen az ő és az ügyészség jogállásától, alkotmányos jogállásától az interpellálhatóság. Szeretném megnyugtatni, mint ahogyan már az alkotmány vitájában is megnyugtattam a tisztelt házat és a közvéleményt, hogy az ügyészség nem marad kontrollálatlan, az ügyészség továbbra is parlamenti ellenőrzés alatt áll, az ügyész a legfőbb ügyészhez kérdés intézhető, minden ügyben kérdés intézhető, és erre a jogszabály keretek között köteles válaszolni az ügyész, akár minden ülésen meg lehet kérdezni. Ezen kívül pedig az ügyész, a legfőbb ügyész évente beszámol az országgyűlésnek, és végső soron az ügyészség munkája nem csak parlamenti kontroll alatt áll, hanem végső soron egy törvényességi kontroll alatt is áll, hiszen a bíróság ítéli meg, hogy az ügyészség által a bíróság elé tárt ügyekben vajon az ügyészség álláspontja helytálló-e, törvényese vagy törvénytelen. Összefoglalva tehát támogató véleményeket nagyon szépen köszönöm, a kritikákat eltúlzottnak és politikailag szándékosan dramatizáltnak érzem a hangulatot. Teljesen felesleges ez a dramatizálás. Decemberben mindenképpen legfőbb ügyészt választ az országgyűlés. Annyi a kérésünk, annyi a javaslatunk, hogy azt ne feles többséggel és 6 évre tegye, hanem 2/3 és 9 évre tegye, mert úgy gondoljuk, hogy ez az a választási mód, megválasztási mód, amely a legfőbb ügyész és az ügyészség függetlenségét garantálja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Tisztelt Országgyűlés, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Mivel most napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, ezért a napirend utáni felszólásokra kerül sor. A mai napon napirend utáni felszólással jelentkezett Novák Előd, a Jobbik képviselője,
újabb nagykoalíciós obstrukció címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben. Köszönöm a szót, mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Példátlan eset történt a héten, ugyanis az országgyűlés egyik albizottságának összes kormánypárti tagja lemondott. Olyat már láttunk, hogy a házszabállyal ellentétben mondjuk a kormánypárti többség nem hoz létre az összegyűlt aláírásokkal ellenére sem egy vizsgálóbizottságot, de hogy egy működő bizottságot, előbb nagy koalíciós obstrukcióval, a részvételük mellőzésével lehetetlenítenek el, olyat eddig nem láttunk. Azonban mielőtt fölvonnánk a fekete lobogót az országháza épületére, pontosítsuk rögtön az MTI hírét, mely azt mondta, hogy ellehetetlenült a médiát, a média működését vizsgáló albizottságnak a működése. Ugyanis a fideszes és KDNP-s képviselő lemondásával épp hogy megteremtődött a lehetősége annak, hogy végre el tudja végezni a munkáját a kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság. 3 ülést hívtam össze ennek az albizottságnak az elnökeként, mind a 3 határozatképtelenség, sőt tanácskozó képtelenség elmaradt, mert azokon rendre csak Karácsony Gergely, LMP-s képviselőtársam jelent meg, a többi képviselő előzetesen ki sem mentette magát. Hadd idézzem a házszabály 13. paragrafus 3. bekezdését, mely szerint a képviselőnek kötelessége részt venni az országgyűlés ülésein, már talán ezt is illene ugye a figyelmükbe ajánlani, továbbá annak a bizottságnak az ülésein, amelynek tagja. Ehhez képest az általuk önként vállalt bizottsági tagságból eredő kötelességeiknek nem tettek eleget, sőt, azt gondolom, hogy talán szándékosan is obstruálták ezt az ülést. Persze könnyen lehet, hogy valójában csak a politikusi álláshalmozás ár megint már az országgyűlés munkáját akadályozandóan a dolog hátterében, azonban szerintem itt bizony a szándékos obstrukció is fölmerül, hiszen nézzük csak meg, milyen napirendről van szó. Vizsgáltuk volna az újságírók munkáját segítő felvilágosítási kötelezettség megvalósulását, melyet az eredeti a kormány oldal által benyújtott törvény módosító javaslatok jelenleg megszüntetnének, holott épp hogy az általam javasolt napirendben azt kellene vizsgálnunk, hogy ez eddig sem teljesült kellőképpen, talán valamiféle szankció kellene inkább elgondolkozni, hiszen hányszor és hányszor történik meg, hogy az újságírók nemes egyszerűséggel mondjuk rácsapják a telefont, mint ahogy Hende Csaba tette azt, amikor afelől érdeklődtek az újságírók, hogy mikor tervezi feloszlatni a rendőrséget a kormány, amit ő korábban ugye személyesen megígért a Draskovics droidok tevékenységét elemezve. Foglalkoztunk volna ezen az általános napirenden kívül ugye a Jobbik kampányfilmjének letiltásával, ami szintén példátlan az elmúlt 20 évből, hogy egy parlamenti párt kampányfilmjét így le lehet tiltani, sőt, az OVB ellenkező határozata ellenére, sőt, később a legfelsőbb bíróság döntése ellenére is, bár végül az utolsó nap a Magyar Rádió már leadta, de még a választási eljárásról szóló törvény betűjében, nem csak szellemében, konkrét tilalmába ütközően is kommentárt fűzött, tulajdonképpen elhatárolódott a fizetett hirdetéstől. Hogy történhet meg ilyen egy köztelevízióban, illetve hát egy közrádióban, ahol ugye a súlyosabb eset, az elhatárolódás is megtörtént, miután már a legfelsőbb bíróság is kényszerítette a hatályos jogszabályok betartására. És végül első pontként a szerintem legfontosabbnak említett napirend, az ORTT kimutatása egyes pártok médiabeli megjelenésének gyakoriságáról, elsősorban a kormánypárt ellenzék arányának torzulásáról, hiszen bár a médiatörvény előírja a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét a kereskedelmi rádiókra, televíziókra is, azonban ezek nem csak hogy ott, de még a köztelevízióban, közrádióban sem teljesül, és itt elsősorban a kormánypárt ellenzéki arányról van szó, de ha már most nem bizottsági elnökként, hanem jobbikos képviselőként szólok, akkor hadd mondjam el, hogy elsősorban a Jobbikot érinti természetesen ez a megszorítás is, hiszen ahol a legjobban szerepeltünk a Duna TV-ben, még ott is 6% alatti a 17%-os választási eredményt elérő pártunknak a 100%-os összes pártbéli megnyilvánulási beszélgetés.